Július 11-én indult a gyermekkönyvtár nyári foglalkozás sorozata, a Napozó Lapozó. A kisgyermekek és szüleik kedd délelőtönként vehetnek részt a játékos foglalkozásokon, valamint válogathatnak a tündérkönyvtár kínálatából a szabadtéri színpad környékén. A július 25-i alkalomra televíziónk is ellátogatott, a program sorozatról Mészáros Eszter gyermekkönyvtárost kérdeztük. Idén harmadik alkalommal rendezzük meg ezt a fajta babás foglalkozást délelőttönként, és a kiváltók nagyon egyszerű, mivel 3 évvel ezelőtt a könyvtár vonatkozásában számos megszorítás, bezárás lépett életbe, nem volt lehetősége sem a babás szülőknek, sem egyéb kedves olvasónknak a belső térben tartózkodni és könyveket válogatni. Ezért született az ötlet, hogy a megvásárolt új könyveket mégiscsak valamilyen szinten meg tudjuk mutatni, és az olvasók hozzáférhessenek. Az épület hátsó részén, a szabadtéri színpadon jelöltünk egy erre alkalmas időpontot, amikor is lehetőséget biztosítottunk a kihelyezett könyvek megtekintésére. Menet közben derült ki, hogy további igényként merülhet fel az, hogy az itt töltött időt, hogyha megnyújtjuk és a könyvválogatás mellett egyéb program elemeket is becsempészünk, akkor nagyon szívesen tartózkodnak akár 1,5-2 órát is a hátsó színpadon, kisbabás szülők, vagy 8-10 éves gyerekek is. Ennek köszönhetően igyekeztünk a játékelemeket is úgy összeválogatni, hogy különböző célcsoportok találják meg adott pillanatban a számukra hasznos vagy érdekes játékokat. Az érdeklődőket a gyermekkönyvek babáknak és nagyobb gyerekeknek szóló fejlesztő játékok mellett a szülők számára hasznos kötetekkel is várják a könyvtár munkatársai. Ha körbe tekintünk, látszik, hogy vannak egészen kisbabák számára kihelyezett lapozókönyveken keresztül ismeretterjesztő szülőknek és nagyszülőknek, kismamáknak, frissen született kisbabák gondozásához, ápolásához kapcsolódó kötetek mellett minden más olyan játékelem, ami az adott időpontban az adott baba fejlődési szintjének megfelelően lehetőséget nyújt akár finom motorikus fejlesztésre, akár pedig a közösségi létbe való belépés előtt egyfajta szocializációs kapcsolatteremtésre. A foglalkozások megvalósításában a diákmunkaprogramban résztvevő fiatalok és önkéntesek is segítkeztek. Nagyban tudunk a segítségükre támaszkodni, hiszen egyrészt korosztályukat tekintve közelebb állnak a gyerekekhez, és így módon szívesen játszanak a gyerekek velük. Másrészt a szülők miközben válogatnak, így módon biztosítva van a gyerekeknek a felügyelete is. Tehát akár játékpartnerként, akár felügyelet személyzetként is tudunk rájuk támaszkodni, illetve az ebben az évben bevezetett új elemként a mesepercek kapcsán a mesefelolvasásban is szívesen bekapcsolódtak. Úgyhogy én ezúton is szeretném megköszönni a munkájukat. Honnan értesültél a programról? A interneten, Facebookon keresztül, meg mi egyébként is jártunk már a gyermekkönyvtárba is ennek keretében. Szóltak. Minden héten várja, nagyon főleg ugye a nagyobbik, ő már el is mondja, nagyon szereti nézegetni a könyveket, játszani várja a nagyokkal, a többi gyerekkel, jó, hogy társaságban tudunk lenni, levegőn, jó időben. Ez nagyon jó. Kölcsönözni szoktatok? Igen, most is hoztunk vissza, viszünk is majd még egy kupaccal, mindjárt szétnézegetünk, melyik a szimpatikus könyv is, mi is viszünk. Mit szoktatok itt csinálni? Sziasztani! Kövehet nézegetni. A délelőtti program során könyvkölcsönzési lehetőség, illetve a felnőtt kísérők számára hírlap és magazin olvasási lehetőség is biztosított a szabadtéri színpadnál. Mészáros Eszter hozzátette, a foglalkozások iránt egyre nagyobb az érdeklődés, valamint a visszajelzések is pozitívak. Amit mi tapasztalunk, az a létszámból fakadóan úgy tűnik, hogy nagy érdeklődésre tart számot a programelem, hiszen ez egy kötetlen rendezvény, bár hivatalosan 9-től 12-ig délig jelöltük meg azt az időpontot, amikor várjuk, fogadjuk az érdeklődőket, de azon belül kötetlen az, hogy mikor érkeznek, mikor távoznak, tehát mindenképpen a gyerekek, illetve a szülők igényeihez alakítva spontán
általuk meghatározott módon és időben érkezve használják ezt a fajta szolgáltatásunkat. És buzdítunk is ezáltal mindenkit, hogy jöjjenek, várjuk őket, egészen augusztus 15-ig tudjuk biztosítani ezt a lehetőséget, keddenként 9-től 12 óráig. A napozó-lapozó eseményekről a Tündér Könyvtár Facebook oldalán találhatnak bővebb információkat az érdeklődők.